Az Afrika partjainál fekvő csodálatos sziget ideális hely az üdülni vágyók számára. A repülőtéren talált bomba miatt azonban egy kisebb reptérre irányítanak át két jumbo jetet. Alig 8 perc alatt 583 ember veszti életét minden idők legsúlyosabb légikatasztrófájában. Most a legfejlettebb komputer technológia segítségével felfedjük, mi is történt pontosan. Katasztrófák nem történnek csak úgy. Azokat mindig egy sor, egy időben bekövetkező esemény idézi elő. A magyarázat arra, hogy mi történt, a kritikus másodpercekben rejlik. Katasztrófák nyomában. Ütközés a kifutópályán. Európa. Kanári-szigetek. Tenerife. 1977. március 27-e vasárnap. A sziget Los Rodeos nevű álmos kis reptere a hegyek között fekszik. A személyzet nem szokott sűrű forgalomhoz, hiszen naponta csupán néhány kis gép fordul meg itt. Ez a nap azonban nem olyan, mint a többi. Déli 12 óra. A Panam 1736-os járata egész éjszaka úton volt, és néhány óra múlva megérkezik a Kanári-szigetekre. John Jackson már 7 éve dolgozik a társaságnál légi utas kísérőként. Minden rendben zajlott. Néha akadnak problémásabb utasok, akiket inkább másik társaság járatára kívánnánk, de akkor mindenki elbűvölő volt, és örültünk, hogy bennünket választottak. Jack Rideout a 378 utas egyike, és örül, hogy a 747-es fedélzetén utazhat. A 70-es években a 747-es még nagy szám volt. Kétszer akkora volt, mint az addigi legnagyobb gépek. Jack fényűző utazásra viszi barátnőjét, Joannit. Mesés első osztályú utazás volt. A felső fedélzeten voltunk, amely akkoriban a féle kellemes hangulatú koktélbár volt. A gép a lélegzetelállító szépségükről híres Kanári-szigetek 7 szigete közül a harmadik legnagyobb, Gran Canaria felé tart. A csodás szigeteken azonban több terrorista szervezet is működik, amelyek fel akarják szabadítani a szigeteket a spanyol uralom alól. Délután 12 óra 30 perc. Victor Grapps, a Panam járat kapitánya, hirtelen sürgős üzenetet kap a légiforgalmi irányítástól. Bomba robbant a járat úti célján, Gran Canaria repülőterén. Így a gépnek a szomszédos Tenerife Los Rodeos nevű repülőterén kell leszállnia. A kapitány elmondja az utasoknak a történteket. Aggódtam, és ezzel bizonyára nem voltam egyedül. Délután 1 óra 38 perc. A Panam 747-esen nem az egyetlen gép, amelyet a robbantás miatt kitérő repülőtérre irányítanak. Egy másik jumbo, a KLM 4805-ös amsterdami járata is a Tenerifei Los Rodeos reptér felé fordul, és a Panam gép előtt ér földet. A repülőtéren már további három gép várakozik. A Tenerifei repülőtér nagyon kicsi, egyetlen leszállópályája van, és az irányítók számára szokatlan ez a sok gép, különösen a jumbo jetek. Ráadásul vasárnap van, így mindössze két légiforgalom irányító van szolgálatban. A KLM járat utasai elindulnak a repülőtér várója felé, ahol kipihenhetik magukat. 2 óra 15 perckor a Panam 747-ese is leszáll. A KLM-mel együtt várja a betonon, hogy újra megnyissák a Gran Canariai repülőteret. A sziget alig 25 percnyire fekszik, ám időbe telik, mire a rendőrség átkutatja a repülőteret. Senki nem tudja, meddig kell Tenerifén vesztegelni. A Los Rodeos repülőtér egy völgyben fekszik, a hatalmas Pico de Teide árnyékában, amely a világ harmadik legmagasabb működő vulkánja. Az egész szigetet uraló hegy még az időjárást is befolyásolja. Egyelőre süt a nap, de már melyik pillanatban megváltozhatnak a viszonyok. A repülőtér a tengerszint felett 632 méteres magasságban fekszik, így a hegyekről legördülő felhők gyakran sűrű ködbe borítják a repteret.
A Panem járat leszállásakor azonban nem az időjárás jelent problémát. Jók voltak a látási viszonyok, tiszta időnk volt, ám ekkor észrevettem, hogy a repülőtér igen leharcolt. Finoman szólva is középkori állapotok uralkodnak rajta. A Los Rodeos repülőtér 1941-ben nyílt meg. A létesítmények rendkívül korlátozottak, nincs radar a gépek földi megfigyeléséhez, és ma a leszállópálya középvonal fényei sem működnek. A repülőtér alig képes megbirkózni az odairányított 5 nagy sugárhajtású géppel. A váróterem megtelt, így a Panem járat utasai el sem hagyhatják a gépet. Az utaskísérő kinyitja a gép ajtaját, hogy az utasok friss levegőhöz jussanak. Emlékszem, várakoztunk. Már mindenki borzasztóan unatkozott, egyre csak azt kérdezgették, mikor indulunk végre. Délután 2 óra 30 perc. A Gran Canariai rendőrség megtisztította a terepet a bombától, így az utasok azt hiszik, hamarosan megérkeznek úti céljukhoz, és megkezdhetik üdülésüket. A Panem járat készen áll a felszállásra, mégsem indulhat el, mert a KLM gépét pontosan előtte tankolják a goruló úton. 30 percig tart, mire 55 ezer liternyi üzemanyagot tankolnak a Jumbo-ba, így a Panem kénytelen tovább várakozni. A pilótáknak már nagyon mehetnékük volt. Nem örültek, hogy a KLM-et még tankolják. Legszívesebben már mindannyian útnak indultak volna. A KLM feltöltése után azonban a gépek tovább vesztegelnek, ugyanis a spanyol hatóságok minden magyarázat nélkül arra kényszerítik a járatokat, hogy további 2 óráig a guruló úton időzzenek. Délután 4 óra 56 perckor a KLM kapitánya, Jakob van Santen kapitány engedélyt kér a gurulásra. Az irányító 2 perc múlva megadja az engedélyt. A Panem gépen ülő Jack észreveszi, hogy megváltozott az időjárás. Leszállt a köd, ami igen különös volt, ugyanis az egész repülőteret beborította. Mintha hirtelen beesteledett volna. A KLM 4805-ös járata a kifutópályán gurul, 248 utassal és a személyzettel a fedélzetén. Az irányítók engedélyt adnak, hogy a kapitány a felszállópályán elguruljon a végéhez, majd megfordulva várjon a felszállási engedélyre. Ekkorra alig 300 méterre csökken a látótávolság. Egyik irányító sem látja a gépeket, amelyekkel kapcsolatban vannak, és nincs radar, amely segítene rajtuk. Így mostantól kénytelenek teljes egészében a rádiókommunikációra hagyatkozni. Délután 5 óra 2 perc. Az irányítók megadják az engedélyt a Panem gépnek, hogy a KLM nyomában a kifutópályára guruljon, és a harmadik kijáraton hagyják el a pályát és várjanak. Az időjárás percről percre romlik. Elkezdtünk gurulni a KLM után, de nem lehetett látni a pályát. Sötét volt, semmit sem láttunk. Öt óra 4 perc. A KLM végrehajtja 180 fokos fordulatát és kész a felszállásra. A Panem közben tovább gurul a KLM felé a kifutópályán. A pilóta és a másodpilóta a harmadik kijáratot keresi, de nem ismerik a repülőteret, és alig látnak ki a pilóta fülke ablakán. Ahogy elnéztem a ködöt, arra gondoltam, soha nem szállunk fel, hiszen még a kettes számú hajtóműig sem láttam el, pedig az van közelebb a törzshöz, szóval tudtam, hogy maradunk. 5 óra 5 perc. A KLM gépe készen áll. 3,5 órányi késés után van Santen kapitány végre kész a felszállásra. 5 óra 6 perc. Van Santen kapitány felengedi a fékeket. A 747-es elindul a kifutópályán az alig 1400 méterrel távolabb haladó Panem felé, amely még mindig nem hagyta el a pályát.
Egy KLM Jumbo Jet gurul a kifutópályán a sűrű ködben. Egy Pan Am Jumbo azonban épp felé tart ugyanazon a pályán. Jack és Giovanni a Pan Am járat első osztályán utazik. Giovanni azt mondta, úristen, mi történne, ha felszállna? Mire én könnyedén azt válaszoltam, ne is törődj vele, úgysem éreznék semmit, ha telibe trafálna bennünket. 5 óra 6 perc, 18 másodperc. Az irányító torony elrendeli a KLM személyzetének, hogy várjanak. Várjanak a felszállással, majd jelentkezem. De nem várnak. Van Santen kapitány tovább gyorsítja a KLM Jumbót a felszálló pályán. 5 óra 6 perc, 45 másodperc. A Pan Am másodpilótája kinéz az ablakon, és megdermed attól, amit lát. A 300 tonnás KLM Jumbo egyenesen feléjük tart. A Pan Am fedélzetén 394 utas és személyzet tartózkodik, és az az egyetlen esélyük, ha minél gyorsabban kitérnek az útból. Grubbs kapitány teljes gázt ad a Pan Am gépnek, és igyekszik eltűnni a felszálló 747-es útjából. Hallottam, hogy felpörögnek a hajtóművek, majd élesen balra kanyarodtunk. Tűnés, tűnés! De már túl késő. 5 óra 6 perc, 50 másodperc. A KLM 290 km per órás sebességgel az amerikai Jumbo-ba csapódik. Irtózatos zaj hallatszott. Mintha a levegőben minden molekula felrobbant volna. Arra gondoltam, bomba. Csak is bomba lehet. Azután csak az elhajlott fém alkatrészeket láttam, majd szinte azonnal fellobbant a tűz. Aztán körülnéztem, és azt gondoltam, most hogyan jutunk ki? Csapdába estünk. A légi forgalmi irányítók is hallják a robbanást, ám a köd miatt nem látnak semmit. Mindkét géppel megszakad a rádió összeköttetés. A KLM 747-es belerohan a Pan Am-be, és lesodorja a felső fedélzetet, majd az ütközés után valamivel távolabb az aszfaltba csapódik. Hangos csikorgást, majd robbanást hallottunk. Azonnal tudtam, hogy azok a szegény emberek mind oda vesztek. Az irányítók megszólaltatják a riasztót. Ezeken az első híradó felvételeken látszik, hogyan küzdenek a tűzoltók a lángokkal, amelyek teljesen beborítják a KLM járatot. Egyetlen túlélőt sem találnak. A köd miatt fogalmuk sincs, hogy alig 450 méterrel távolabb az aszfalton a Pan Am Jumbo is lángokban áll, több száz utassal a fedélzetén. Jack egy pillanatnyi habozás nélkül a többi utas segítségére siet. Teljesen beborított az üzemanyag, valósággal tocsogtam benne. De csak arra gondoltam, hogy ki kell juttatni ezeket az embereket. Így szó szerint kihaigáltam őket az ajtón. Eközben John Jackson is menekülni próbál az egyik kolléganőjével. Azt hiszem, átmásztam egy nagy lyukon, majd visszanyúltam, és azt mondtam, Susan, add a kezed, és kihúztam. Majd rájöttünk, hogy a gép tetején állunk. A széttört Pan Am Jumbo már nem mozog, a hajtóművek azonban még teljes fordulaton járnak. Hallottam, ahogy a hajtóművek belsejében csörömpölnek a fémdarabok, aztán elkezdtek széthullani és repkedni kezdtek a fém alkatrészek. Újabb robbanás történt, és a mentésben segítkező légi utaskísérő azonnal meghalt. Egy repesz lemetszette a fejét. Nem volt szép látvány. Joan és munkatársa a gép tetején ragadt. Arra gondoltam, hogy ha leúrunk, lehet, hogy eltörik a lábunk, de legalább elmenekülhetünk a géptől. A gép azonban kezd széthullani alattuk.
A törött géptörzs lassan eldőlt. Mi pedig megpróbáltunk a föld felé vetődni, hogy minél távolabb kerüljünk tőle. Egy újabb robbanás kirepíti Jacket a gépből. Johnny azt mondta, hogy háttal repültem ki, majd amikor magamhoz tértem, azt mondta, meneküljünk. Így olyan távol sántikáltunk a géptől, amennyire csak bírtunk. Azután az utolsó robbanásban a szárny kivételével minden oda veszett. A fedélzeten tartózkodó 396 emberből mindössze 61 marad életben. John Jackson és munkatársa megúszta karcolásokkal és zúzódásokkal. Nem akartuk elhinni, hogy ilyen kevesen maradtunk. Tekintetünkkel egyre csak a többi utast és a személyzetet kerestük. Egyfolytában az járt az eszemben, hogy bizonyára több százan állnak a gép másik oldalán, hogy a személyzetből minden barátom ott van. Persze nem ez volt a helyzet, de egyszerűen képtelenek voltunk felfogni. Jack Rideout 12 ember kimentésénél segítkezett. Ő maga harmadfokú égéseket szenvedett a fején és a karján. Olyan volt, mintha Vietnámban lennék. Iszonyatos volt az a vérfürdő. A KLM 747-esének összes utasa és a Panam utasainak többsége életét vesztette az ütközésben. Ez a történelem eddigi legsúlyosabb repülőgép katasztrófája. Összesen 583 ember halt meg. Az emberek világszerte megdöbbennek. A Jumbo Jet korának legfejlettebb repülőgépe. Kétszer annyi utas szállít, mint más utasszállítógépek. A két 747-es kiégett roncsai most a kifutópályán hevernek. Az egész 8 percig tartott. Most újra felidézve a végzetes nap eseményeit, a vizsgálat részleteit is feltárva bemutatjuk, mi is történt valójában. Modern, számítógépes szimuláció segítségével most bepillanthatunk oda, ahová kamera nem juthatna, a veszélyzóna szívébe. A spanyolok azonnal bevonnak egy szakértőkből álló csapatot. Jaime Velarde, a baleset egyik nyomozója, nyomban útnak indul Madridi otthonából, és hajnalra meg is érkezik Tenerife-re. Amikor megérkeztünk, azonnal láttuk, hogy itt bizony hatalmas katasztrófa történt. Minden képzeletet felülmúló, szomorú katasztrófa. Jaime Velarde azonnal munkához lát. Egy baleset feltárásakor nagyon fontos, hogy minél gyorsabbak legyünk, mert minden bizonyítékot érintetlenül kell szemrevételeznünk és lefotóznunk. Amerikából és Hollandiából is érkeznek nyomozók a két gép országának képviseletében. Franz Erhardt holland szakértőt teljesen letaglózza a látvány. Olyan hatalmas volt a romhalmaz, hogy teljesen elsápadtunk. Ilyet még nem láttunk. Emlékszem, különös szag terjengett a kifutópályán. És csak később döbbentem rá, hogy ez az áldozatok égő húsának a szaga. Borzasztó volt. Ez volt a legsúlyosabb baleset, amelyet életemben láttam. A nyomozóknak sok kérdésre kell választ találniuk. Miért volt még a Panam Jumbo Jet a kifutópályán? Lehetséges, hogy bomba robbant? A nyomozás hivatalos adatait felhasználva most összeállítjuk a végzetes események láncolatát. Először nem gyanakodtam semmire. Korai lett volna következtetéseket levonni. Egyelőre semmi más nem számított, csak a bizonyítékok. Mindenek előtt meg kell találni a fekete dobozokat.
Ezek rögzítik ugyanis a repülési paramétereket és a pilóta fülkében elhangzottakat. A nyomozók hamar meg is találják a dobozokat, ám problémába ütköznek. A dobozok súlyosan megrongálódtak, így hetekig is eltarthat, mire megfejtik a felvételeket. A nyomozók addig is kénytelenek beírni a második legértékesebb dologgal, a légiforgalmi irányító torony kazettáival. Hatalmas nyomás nehezedett ránk, mert megtaláltuk az első jeleket, amelyek a baleset felelőseire utaltak. A nyomozók figyelmesen meghallgatják az ütközés előtti utolsó pillanatokat. Ki kell deríteniük, miért gyorsított a KLM 447-ese a felszálláshoz, miközben a Panam Jumbo még mindig a kifutópályán volt. Vajon a torony adott engedélyt a pilótának a felszállásra? 1 perc 23 másodperccel a baleset előtt a KLM 180 fokos fordulatot hajt végre a kifutópálya végén. A KLM 4805-ös járata készen áll a felszállásra, és várunk az útvonal engedélyre. Itt nem felszállási engedélyről van szó, hanem a légiforgalomirányítás útvonal engedélyéről, vagyis a pilóták megkapják a felszállás után követendő irányt és magasságot. A torony megadja az engedélyt, amelyet a KLM másodpilótája visszaolvas. 33 másodperc az ütközésig. A szalagokból kiderül, hogy az útvonal engedély visszaolvasása után a KLM másodpilótája szokatlan kijelentést tett. Megkezdtük a felszállást! Bill Edmonds, amerikai nyomozó értetlenül áll a hallottak előtt. Nem értettük pontosan, hogy mit mondott. Azt, hogy megkezdhetjük a felszállást, vagy azt, hogy megkezdtük a felszállást. Az első azt jelenti, hogy készen állnak a felszállásra, a második pedig azt, hogy már belekezdtek a felszállásba. 28 másodperc. A spanyol légiforgalom irányítót is összezavarja, amit a KLM másodpilótája mondott. Várjanak a felszállással, majd visszahívom. Ez az utolsó utasítás a toronyból a KLM felé. Végül nem hangzik el a felszállási engedély. Van Santen kapitány ennek ellenére gyorsítani kezd a kifutópályán. Az irányító torony szalagjai alapján úgy tűnik, a holland pilóta tévesen ítélte meg a helyzetet. Ez a férfi engedély nélkül szállt fel, és nekünk azt kell kinyomozni, hogy miért. Van Santen Hollandia egyik sztárpilótája. Olyan nagy becsben tartották, hogy a KLM az ő arcát használta fel az egyik hirdetésében. 27 éve repült utasszállítógéppel, és több mint 11.700 órát töltött a levegőben. Döbbenetes, hogy egy ilyen tapasztalt pilóta ilyen durva hibát kövessen el. A bizonyíték megingathatatlannak tűnik, a nyomozás azonban ezzel korán sem zárul le. Még mindig sokat kell várni a fekete dobozok hangfelvételeire. A két szalagról azonban döbbenetes tényre derül fény. A Panam pilótái sem tartották be az utasításokat. 4 perccel az ütközés előtt. A torony arra utasítja a Panam gépet, hogy a harmadik kijáraton kanyarodjon le a kifutópályáról. A nyomozók azonban tudják, hogy az ütközés valamivel távolabb, a negyedik kijárat közelében történt, a KLM gép felszállási helyéhez közel. Miért nem kanyarodott le a Panam kapitánya? A történelem legsúlyosabb repülőgép katasztrófája a Tenerife-i Los Rodeos repülőtér kifutópályáján történt. Az irányítótorony szalagjaiból kiderült, hogy Jacob van Santen, a KLM pilótája engedély nélkül kezdte meg a felszállást. A spanyol kormány hivatalos jelentésének alapján fejlett számítógépes animáció segítségével most mi is kideríthetjük, valójában mi okozta ezt a szörnyű tragédiát. A nyomozók újabb döbbenetes felfedezésre jutnak.
A Panam gép túlgurult a kijáraton, ezért került a KLM útjába. Vajon a Panam gépen Grubbs kapitány követett el végzetes hibát? A nyomozók áttanulmányozzák a repülőtér felépítését. A Los Rodeos apró repülőtér, egyetlen kifutópályával, amellyel párhuzamosan egyetlen guruló út fut. A kettőt négy kijárat köti össze. A karambol napján a tenerifei légi forgalomirányítóknak a szokásosnál több géppel kellett foglalkozniuk, mivel lezárták a Gran Canariai repülőteret. Jobb híján a guruló úton parkoltatják le a gépeket. Ahhoz, hogy felszálljanak, mindegyik járatnak a kifutópályán kell gurulnia. A nyomozók ezért megvizsgálják a gépek pontos helyzetét a kifutópályán a karambol előtti pillanatokban. 4 perc 46 másodperccel az ütközés előtt. A Panam a KLM gép nyomában gurul a felszállópályán. A Panam személyzete egy parányi térkép segítségével próbálja megtalálni a C3-as kijáratot. Ezek azonban nincsenek egyértelműen megjelölve, és a látási viszonyok is egyre romlanak. Ahogy a kifutópályán gurulnak, az ablakon kinézve próbálják számolni a kijáratokat, amelyek mellett elhaladnak. Először jön a C1-es, majd a C2-es. A probléma a C3-asnál adódik. A Panam járat személyzete nem volt biztos benne, hogy melyik kijáraton kell lehajtani a guruló pályára. A torony szalagjain azonban világosan érteni az irányító utasításait. Megerősíteni, hogy a Clipper 1-7-3-6-os a harmadik kijáratnál forduljon balra? A harmadiknál, uram. 1-2-3 a harmadiknál. 1 perc 6 másodperc a katasztrófáig. A Panam elhagyja a C3-as kijáratot, és tovább halad a felszálláshoz készülődő KLM gép felé. A Jumbónak azonban túl élesen kellett volna visszafordulnia a C3-as kijáratnál. Az amerikai nyomozók szerint ez gyakorlatilag lehetetlen, és valószínűleg a személyzet is így gondolta. A lerajzolt vázlatokból kitűnik, hogy a Panam gép nem tudta volna bevenni a kanyart. Ha én lettem volna a kapitány a gépen, azt hiszem nem kíséreltem volna meg egy ilyen manővert. Ám ha ilyen nehéz a manőver, miért kéri a forgalomirányító, hogy a Panam hajtsa végre? Talán nem szokott 747-esekhez. Más kisebb gépek könnyedén bevették volna azt a kanyart. Az amerikai nyomozók szerint azonban Grubbs kapitány valami más miatt vétette el a C3-as kijáratot. A Panam pilóta épp fordulna le a kifutópályáról a C3-as kijáraton, amikor valami, amit a rádióban hall, elvonja a figyelmét. A KLM 4805-ös járata készen áll a felszállásra. Várjuk az útvonal engedélyt. Lehet, hogy a KLM gépre figyeltek, és nem arra, hogy le kell lefordulniuk a guruló útra. 35 másodperc. A KLM másodpilóta így szól a toronynak. Felszállunk. Ekkor a Panam másodpilótája közbevág. Még mindig a kifutópályán gurulunk, Clipper 1736-os. A KLM járat pilótája és személyzete minden rádióadást vesz, vagyis hallaniuk kellene, hogy a Panam Jumbo még mindig előttük van a kifutópályán. Van Santen kapitány, a holland flotta legtapasztaltabb pilótája azonban tovább növeli a sebességet, és a gép gyorsul a kifutópályán. A nyomozók most már tudják, hogy egyik gépen sem tartották be a torony utasításait. Az okok kiderítéséhez azonban mélyebbre kell ásniuk. Talán a személyzet viselkedésében rejlik a megoldás.
Az irányító torony kazettáin hallhatóan egyre nőtt a feszültség a KLM pilóta fülkéjében. A kapitány egyértelműen úgy viselkedett, mint akinek sietős a dolga. A KLM Jumbo közel 3,5 órát vesztegelt Tenerife-n. A nyomozók a rádióbeszélgetésekből kiderítik, hogy Van Santen kapitány aggódott, hogy túllépi a maximálisan megengedett munkaidőt. Gran Canárián ugyanis még 300 utas várta, hogy visszarebítse őket Amsterdamba. Késés esetén a teljes személyzetnek pihenőt rendelnek el, így a KLM-nek fizetnie kell a gépen utazók éjszakai szállását. Aztán a köd is leszáll, korlátozva a látási viszonyokat. A kapitány nagyon feszült. Azt hiszem, minden kapitány úgy érzi, hogy felszállás után minden gondjának vége. Hogy minden problémáját a földön hagyja. Odafönt a maga ura lehet. Ő a döntéshozó. Úgy gondolom, ő is pontosan erre gondolt. Az eset kapcsán az Amerikai Közforgalmi Pilóták Szövetsége szintén számításba vette a pszichológiai tényezőket. Van Santen kapitány a sztárpilóta vezetőoktató volt a KLM-nél, és az elmúlt 6 év során pilóták kiképzésével foglalkozott. Ha valaki túl sok időt tölt a kiképzőközpontban és túl keveset a levegőben, hozzászokik a szimulált környezethez. Az elmúlt 6 év során Van Santen kapitány havonta mindössze 21 órát repült átlagosan, az utolsó 12 hétben pedig egyáltalán nem szállt fel. Bill Edmund szerint az úgynevezett kiképzési szindróma nevű jelenség miatt a pilóták számára elmosódnak a valódi és a szimulált világ közötti különbségek. A szimulátorban végrehajtunk egy manővert, aztán megállunk, visszaállítjuk a szimulátort a manőver elejére, és megismételjük. Az ember megszokja, hogy megismételhet dolgokat, és ha valamire készen áll, akkor meg is teheti. A szimulátorban az oktató tölti be az irányító szerepét. Rendszerint ő adja ki az útvonal és a felszállási engedélyeket a személyzet számára. Tehát nem kell az irányító torony engedélyére várnia. Van Santen kapitány készen állt a felszállásra. Bizonyos értelemben minden paraméter adott volt a felszálláshoz, és ő készen állt. Nem tudta ugyan, hogy a gépe egész pontosan hol van a kifutópályán, és a többi gép helyzetét sem ismerte, de készen állt az indulásra. Soha nem tudjuk már meg, hogy Van Santen kapitány valóban a kiképzési szindróma hatására cselekedette. De van még valami, amit tisztázni kell. 18 másodperc az ütközésig. Van Santen kapitány ráadja a felszálló teljesítményt. A személyzet másik két tagja is mindent ellenőriz. Miért nem állították meg ők a kapitányt? Az irányító torony kazettáiból kiderül, hogy Van Santen kapitány, a KLM pilótája engedély nélkül kezdte meg a felszállást. A nyomozók azt is felfedezik, hogy a Pan Am Jumbo eltévesztette a kijáratot, ezért a másik gép útjába kerül. A nyomozók most a gépek szétroncsolódott fekete dobozaiban rejlő bizonyítékokra várnak. Ezek ugyanis újabb információkat tartalmazhatnak. Mindkét 747-esnek két fekete doboza van. A repülési adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítő, amelyen a pilótafülkében az utolsó 30 percben elhangzott minden szó megtalálható. Jaime Velarde, spanyol nyomozó, Washingtonba viszi a fekete dobozokat, ahol az Állami Közlekedésbiztonsági Tanács speciális laboratóriumában kerülnek kivizsgálásra. Nagyon-nagyon alapos nyomozás volt. Hiszen a felvételeken elhangzó minden egyes hangot elemezni kellett. A nyomozók eddig az irányító torony felvételeivel dolgoztak. 2 hét után azonban végre megvizsgálhatják a fekete dobozokból származó szalagokat.
Napokig is eltarthat, mire meghallgatjuk a pilótafülkében rögzített utolsó fél óra hangjait. Azonosítani kell a beszélőket és az esetleges háttérzajokat is. Csak akkor áll össze a végleges történet, amikor a nyomozók összevetik a két gép, illetve a toronyhang felvételeit. Döbbenetes felfedezést tesznek. A KLM pilóta fülkéjében nem hallottak meg bizonyos utasításokat, amelyek tisztán hallhatók a torony kazettáin. Amikor Van Santen kapitánynak a legnagyobb szüksége lett volna a rádiókommunikációra, egy hangos sípolás elnyomott egy fontos üzenetet. Patrick Smith utasszállító pilóta számos légi katasztrófát tanulmányozott már. A légiforgalom irányítással történő kommunikáció másodlagosnak tűnik. Meg sem fordul a fejünkben, hogy ez is okozhat légi katasztrófát. Most viszont egy egyszerű technikai probléma vezetett súlyos balesethez. Világszerte ma is ugyanazt a kommunikációs rendszert használják, amelyet 1977-ben a Los Rodeos repülőtéren. A gépek VHF rádió adóvevővel tartották a kapcsolatot a toronnyal. A repülőtéren minden gép ugyanazt a frekvenciát használja, így nem csak ők kommunikálhatnak, hanem azt is hallják, mi történik körülöttük. A rendszernek azonban vannak korlátai. Ez nem olyan, mintha telefont használnának, ahol egyszerre ketten is beszélhetnek. A legjobb, ha egy adóvevőt képzelünk el, amin, ha valaki beszélni akar, meg kell nyomnia egy gombot. Az adott frekvencián egyszerre csak egy valaki beszélhet, így mindenkinek ki kell várnia a sorát. Akkor adódik probléma, amikor egyszerre többen akarják ugyanazt a frekvenciát használni. Ilyenkor hangos sípolás, úgynevezett interferencia keletkezik. Egy frekvencián interferenciát hallani 1000-ből 999 esetben ártalmatlan jelenség. A Tenerifei baleset azonban a fennmaradó egy, amikor az interferencia igenis veszélyes. 67 másodperc az ütközésig. Van Santen kapitány végrehajtja a nehéz, 180 fokos fordulatot a kifutópálya végénél. A repülési adatrögzítő tanúsága szerint ekkor gyorsítani kezdett. A pilóta fülke hangrögzítője szerint a másodpilóta megrémült. Várjon, még nem kaptunk útvonalengedélyt! Van Santen kapitány kurtán válaszol. Én is tudom, kérdezzen rá! 44 másodperc a tragédiáig. Mialatt a KLM másodpilótája visszaolvassa az útvonalengedélyt a toronynak, az adatrögzítő szerint Van Santen már megkezdi a felszállást, nem várja meg, amíg a másodpilóta befejezi. 37 másodperc. Felszállunk. A Panam Jumbo azonban ekkor még a kifutópályán gurul. A toronyból az irányító a KLM gépet arra utasítja, hogy ne kezdje meg a felszállást. Rendben, várjon a felszállással, visszahívom. A Panam pilóta fülkéjének szalagjaiból kiderül, hogy ugyanebben a pillanatban ez a gép is válaszolt. Még mindig a kifutópályán gurulunk, Clipper 1736-os. Mindketten egyszerre válaszolnak. A KLM szalagjaiból viszont kiderül, hogy a Panam és a torony egyidejű adása interferenciát idézett elő. Rendben. Van Santen kapitány tehát a rendben szó után nem hallja, amint a torony azt mondja. Várjon a felszállással, majd jelentkezem. És a Panam adását sem. Még mindig a kifutópályán gurulunk, Clipper 1736-os. Ezért tovább gyorsít a kifutópályán. Bármelyik adás hatására megállt volna a pályán. Ám mivel mindkettő egy időben érkezett, csak a sípoló zajt hallotta. A KLM Jumbo alig 28 másodperc múlva a Panam gépbe csapódik.
A holland nyomozó úgy érzi, hogy ezzel a felfedezéssel minden vád alól sikerült tisztázni Van Santen kapitányt. Ez áttörést jelentett a nyomozásban, és biztos vagyok benne, hogy ha a KLM-en hallották volna ezeket az adásokat, nem folytatták volna a felszállást. A két fontos üzenetet elnyomó interferencia az ütközés előtt 30 másodperccel keletkezett. A pilótafülke szalagjai szerint azonban Van Santen ezután még kapott egy utolsó figyelmeztetést. 24 másodperccel az ütközés előtt a spanyol légiforgalom irányító másodjára is rákérdez a penemgép helyzetére a pályán. Papa Alfa 1736-os, jelezze, ha elhagyta a pályát. A penem másodpilótája válaszol. Rendben, jelzem, ha elhagytuk a pályát. Ezt a párbeszédet a KLM pilóta fülkéjében is hallani lehetett. Mégiscsak a személyzet egy tagja hallotta. A fedélzeti mérnök, ha részben is, de hallotta az üzenetet. A penem a pályán van? A kapitány a felszállási manőver közepén csak annyit mondott, hogyan? Hogyan? A penem még a pályán van? Van Santen határozottan válaszol. Ó, igen. Ó, igen. És a fedélzeti mérnök többé nem felel. A fedélzeti mérnök a személyzet legfiatalabb tagja. Miután a nagy tekintélyű kapitánya nem figyel rá, többet nem kérdez. A spanyol és az amerikai nyomozók egyaránt kifogásolják Van Santen kapitány teljesítményét a baleset napján. A végső analízisből azonban kiderül, hogy a sors is ellene dolgozott. Van Santen kapitány engedély nélkül kezdett felszállásba, és a jumbójával a Penem 747-esbe csapódik, amely szintén a kifutópályán halad. A nyomozók azonban felfedezik, hogy az utolsó pillanatban megkísérelte elkerülni a katasztrófát. Van Santen az ütközés előtti pillanatban át akarja emelni a KLM gépet a Penem fölött. Olyan élesen rántja fel a gép orrát, hogy a farok az aszfaltot súrolja, és kis hián sikerül is a manőver. Az orrész és az orrfutó elkerüli a penemet, a jumbo azonban nem tud magasabbra emelkedni. Csupán a KLM bal külső hajtóműve súrolja a penem törzsének hátsó részét, ám ez is elég a katasztrófához. A sors iróniája, hogy a kapitány 55 ezer liternyi üzemanyagot tankolt a gépébe, hogy ezzel időt nyerjen a Gran Canaria-i tankoláskor. Ha nincs ez az üzemanyag többlet, a jumbo nem lett volna ilyen nehéz. Jobban tudott volna emelkedni, vagyis néhány méterrel elkerülhető lett volna a katasztrófa. A KLM feltankolása mindenképpen közrejátszik a balesetben. Mivel nehezebb gép, nagyobb felszállási úthozt kíván. A Tenerife-i katasztrófát emberi tévedések és technikai hibák láncolata okozta. Patrick Smith pilóta és repülési szakújságíró szerint az új technológiával kiküszöbölhető a VHF rádiók sípolása, vagyis a jövőben megelőzhetővé válnak a hasonló balesetek. Az interferencia kiküszöbölhető. Létezik egy blokkolókészülék, amely a repülők kommunikációs rendszerébe szerelve megakadályozza az egyidejű frekvencia használatot. Aki valaki mással egy időben próbál az adott frekvencián beszélni, annak a készülék leblokkolja az adását. A repülőgép szerelők mindössze 13 ezer dollárért felszerelik ezt a blokkoló készüléket, ami elhanyagolható egy új repülőgép 200 millió dolláros árához képest. Egyes légitársaságok önként alkalmazzák ezt az eszközt, a szabályok azonban nem követelik meg a használatát. A nyomozók végre rekonstruálták a Tenerife-i tragédiához vezető események láncolatát. A légiirányító egyszerre két 747-esnek ad utasítást, hogy guruljanak ugyanarra a kifutópályára. Ezután a penem pilótája a köd és az ismeretlen kifutópálya miatt elvéti a kijáratot és túlgurul rajta. Néhány másodperccel később Van Santen kapitány, a holland pilóta engedély nélkül megkezdi a felszállást. A KLM pilóta fülkéjében egy hosszú, sípoló hang miatt nem hallanak meg egy fontos üzenetet, amely talán megállásra késztette volna a pilótát.
Tenerife túlélői még hónapokig szenvednek a tragédia hatásától. Észrevettem, hogy mindentől rettegek. Nem akartam autóba ülni. Nem akartam szem elől téveszteni a férjemet. Legszívesebben otthon kuksoltam volna az elfüggönyözött szobában, mint azok az emberek a filmekben, akik mindentől rettegnek. Joan a pszichiátriai kezelés után 3 hónappal állt újra munkába. Ma is légi utaskísérőként dolgozom. 34 éve repülök, és talán még 6-8 évig folytatom. Szeretem a világot járni. Jack története otthonában, San Diegóban bekerült a hírek közé. Jack Rideau túlélő, 12 utastársát mentette ki egy Pan Am 747-esből a Tenerife-i tragédia során. Aki nem élt még át ilyen borzalmat, soha nem értheti meg, hogy a következményeket hosszú éveken keresztül viselni kell. Egy évig minden éjszaka az esettel álmodtam. Jack mentéskor szerzett érdemeit Carter elnök is elismerte, aki az egész nemzet nevében köszönő levelet írt a férfinak. Ma a Tenerife déli részén épült új repülőtér bonyolítja a sziget forgalmának nagy részét. A tengerszint magasságában épült, így ritkán borítja köd. A sziget régi repülőtere továbbra is üzemel, ám a hatóságok felszereltek egy gurító radart. A baleset óta elsősorban a szigetek közötti helyi járatok használják a repülőteret. Napjainkban azonban fellendülőben van a turizmus, így a nagy utasszállítógépek ismét a tenerifei Los Rodeos repülőtér sűrű ködében szállnak le és fel. Narrátor Galbenis Tomas, munkatársak Kis János, Horváth Zoltán, Hígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.